Ukrán és orosz területről is jelentettek újabb légitámadásokat. Orosz területen például több ezer gyerek evakuálását rendelték el a rendszeres támadások miatt. Németországban közben nyugati politikusok egyeztettek Kijev további támogatásáról. Sorra deszkázták be az ablakokat az ukrajnai Szelidove házain. A Donyeck megye nyugati részén fekvő várost kett hajnalban érte orosz támadás. A helyiek próbálják menteni, amit lehet, de a becsapódás közelében több tucat épület vált lakhatatlanná. Minden a levegőbe emelkedett, nagyon ijesztő volt. Most már takarítunk. Ez az ötödik vagy a hatodik ilyen alkalom. Lebombázták a régi garázsokat és a kenyérgyárat is, panaszkodott egy ukrán férfi. A frontvonaltól mintegy 200 kilométerre fekvő Odesszában is rendszeresek a légicsapások. A dél-ukrajnai kikötővárosban hétfőn kísérték utolsó útjára azt a tűzoltót, akivel múlt héten végzett egy orosz rakéta. Az ukrán katasztrófavédők egy légitámadáshoz vonultak ki pénteken, amikor újabb lövedék csapódott be. Az oroszországi Belgorod elővárosából is légicsapásokat jelentettek. A régió vezetése szerint az ukrán támadások egy hét alatt 16 emberrel végeztek, további csaknem 100-at pedig megsebesítettek. Belgorodban a rendszeressé vált légitámadások miatt már a hét elején szünetelt a tanítás, a kormányzó pedig 9000 gyerek evakuálását rendelte el. Ezt a tervek szerint pénteken kezdik el. Közben az orosz elnök a határterületek megerősítését ígérte, ahová már többször betörtek Ukrajnával szimpatizáló orosz csapatok. Természetes, hogy a neonáci kijevi rezsim szintén a nyugat támogatásával és gyakran annak közvetlen utasítására terrorista módszerekre tért át, fogalmazott Vladimir Putyin. Közben Boris Pistorius, német védelmi miniszter, újabb 500 milliárd eurós, azaz mintegy 200 milliárd forint értékű fegyvertámogatást ígért Ukrajnának, miután a Ramstein amerikai légibázison egyeztetett. A találkozón több mint 50 ország képviselője vett részt, köztük a washingtoni védelmi miniszter is. Lloyd Austin kiemelte, az Egyesült Államok folytatja Ukrajna pénzügyi támogatását annak ellenére, hogy a kongresszusban egyelőre elakadt a javaslat a kijevi kormánynak szent katonai segélyről.